nem, ez nem az én sorban. Nem, ez nem az volt. Ez is valami, nem tudom. Gulárd? Na jó, szóval ez itt vannak olyan képek, amiket a Jutka szedett le az internetről, tehát ezek ilyen, ez a papa és a nagypapa kazasztáni rabságának. Ezek hiteles képek a világon. Ez egy május 1-e, én aztán a csepeliekkel jártam felvonulni, miután nyaranta ott voltam szünidő segédmunkás, és nagyon bírtam a transformátorgyári csapatot, úgyhogy velük jártam, hát ilyen. Tehát erre mindenki emlékszik. Ez egy tabáni órás műhely lerombolt állapotában, így néztünk ki. Itt az volt kiírva, hogy 150 éve Hózer Viktor. A tabáni templom melletti ház. Hát ez csak ilyen tunamek hajó. Neszmélyi hajóskal üzemben van pillanatilag. A rendezvény hajónak átépítve. Ez Csepel. Ez a Gulágnak a... Ez egy emlékműve ott a Spassky Lager helyén, ahol francia foglyokat búcsúztatnak itt ezen az emlékművön éppen, de most már látom, jönnek a családi képek. Ez a Péceli nyaraló, amit az idősebbik Francsek Imre épített, ez ma is áll Pécelnek az India nevű negyedében, Bagolyvár néven tiszteli a környék, és azt hiszem, hogy 6 család lakik benne állandó lakosként, de ez valaha a Francsek nyaraló volt. Ez dédanyám. Ez a Francsek Pál molnármester, aki az én ükapám, és aki a 48-as medáliáival mutatkozik itten, és meg lehet nézni a vállait, szóval ő kettőnél több lisztes zsákot szállított a malom egyik végéből a másikba. Ez a Folyt ükapa, Folyt Ede az egyik lányával, aki hajóson volt jegyző, amikor az én dédanyám született, de aztán a telekönyvi hivatalnak, a budapesti országos telekönyvi hivatalnak lett az igazgatója. Ő is 48-as honvédtiszt volt, úgyhogy dédanyám nagyanyámmal. Ez itt nagypapa, nagymama a Lidón 924-ben, azért ezek a fürdőruhák, ez nem piskóta. Nagyon büszke vagyok, mert ennek a képnek egy példányát elkönyörögte tőlem a Nemzeti Múzeum fényképtára, hogy ilyen fürdőruha, adjam neki, ilyen fürdőruha, mondom, de hát Francsek Imre építész, örüljetek annak, nem a fürdőruha. Ez ugyanannak a verszója. És ez viszont a Cipi család, ez Kingával közös családunk, középütül az öreg Cipauer, az ácsmester, és mellette ott az a hátrafésült hajú kicsi lány, az pedig a mi nagyanyánk, Nagyika, akinek a szobája is szerepel a könyvben. A kutya a leghelyesebb az egészben, mert a kutyának az agyarán egy pipa van. Igen. Az itt nem nagyon jól látszik, de itt oda tűztek a pofájába egy pipát ennek a kugondornak, vagy pulinak, nagyon édesek. Ez a legrégebbi családi kép, ez a Francsek családnak egy még idősebb ága, ez ilyen 1860-as évekbeli fotó, nagyon becses darabom, nagyon szeretem. A dédapámtól fölfelé, tehát szépapám az egyik álló, ott az a szakállas álló egyéb. Anyám még, itt Kinga, tessék. Igen. Kinga és a fivére Ákos állnak itt, és akkor apám, anyám, Nagyika azzal a szőr, micsodával a nyakába. Nerc, köszönöm szépen. Mellette az anyai nagyanyám, ő mellette a anyám húga, a Sali nagyapa, abba a Csálé kalapba Mici néni, akinek azok a képeslap gyűjteményét én megörököltem, Mici és Lulu, tehát nagyapám testvérei. Akkor ott Erzsi van még, a nagynéném, Gyula bácsi, ott nem tudom, azok a panikáik, vagy kik azok, Inga, nem tudom. Sajnos, én sem tudom. Na mindegy, szóval anyu, apu ott van, és akkor hát így. Azt a házasságot. Őt fölismerjük. Igen. Vagyok 18-19. Ott az a középső álló fiú, az az én Szmit Lajos dédapám, később közés váltó ügyvéd, aki az én anyai dédapám.
ez itt anyám és a Balázs, Kinga, Géza, nem, nem, Klári. Én nem vagyok ott. Az nem. Mami mellett az kicsoda. Nem tudom. Az a... Nem te vagy. Nem én. Nem, de ez a Klári. Az a Klári. Klári, Klári, Géza és passz. Géza és az anyu között nem tudom ki van. Hát jó, így jártunk. Anyám még Teheránban, anyám és a húga. Ez a kaposvári klánból a legfiatalabb unokabátyám. Ez viszont a Márcinak az egyik unokája, Gida. 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 Nagyon jó kis autója van. Hát, na hallod, hát azért felső osztályi gyerekről beszélünk. Hát ez passz, ez apám fölül. Igen, és a, ez a nemes sanyi, nemes de hogy sanyi. Ki a nemes sanyi. Hogy ki a nő? Ki a nő, nem tudjuk. Az egyik szerelem. A sok közé. Ez nagypapa egészen fiatalon, az épített Francsek nagypapa. Még egyetemista. Hát így nézett ki a Döbrentei utca 10. Nem, Döbrentei utca 6 az ostrom után, ez a 6. Most mellette voltunk mi. Úgyhogy amikor itt elmondom, hogy az ostromba hogy nézett ki a környék, így, és a mi lakásunk is körülbelül így, hogy bizonyos dolgoknak nem volt fala, meg nem volt teteje, de nagyon brutálisan megsorozták ezt a környéket 44-45-ben. Tesóm meg én, Tabán, dédanyám, nagyanyám, ez az egyik kedvencem, de annyira édes kép, marha jó. Apám, anyám, nagyikáik a kitelepítésbe, nagyika, nagypapa, Kari bácsi. Ezek apámnak a haditudósítói korszakából a Donnál Moszkvó magyar hadseregről készült képek. Itt viszont nagypapa és egy barátjuk, illetve a hátul nagymama és ennek a barátnak a felesége autós túrán. Nagypapa autóversenyző is volt, meg motorbicikli versenyző is. Állati képek vannak, amikor ezt műveli ilyen bős is akkor. Anyám Iránban a lába előtt hevert az összes fiat, az összes herceg. Komolyan, ha ők ott maradnak. Na, ez a kaposvári klán, meg a tesóm, ez egy fenyvesi nyaralás. Ott fölül hátul Edit néni, anyám testvére, mellette a bátyám, és a kaposvári négyek, meg elől itt én csápázok. Ez egy tök jó kép. Ez nagyon jó. Dédmama. Gyönyörű ruhában. Ez is dédmama nagyanyámmal. Ez már volt. Ez nagymama, amikor nagymamának az első férje volt a Ludosi Béla, a Dracula. És ez annak az esküvőnek az esküvői képe, ebbe a rettentő gyönyörű ruhába, amiből most meséltem a Jutkának, hogy még ilyen cafatok az egyik szekrény fiókba ebből a ruhából még léteznek. Papa, mama, tesó. Na de hozzá kell. Ez amikor tenni, hazajött a papa. Ez hullág közvetlenül után. Azután, mikor a papa hazajött. Na most itt egy másik kép hátulja látható feliratként, tehát azzal nem foglalkozunk. Cerkovics Béla otthonában ezzel nem foglalkozunk, hanem a tesóm, amikor a szomszéd tűzifaszén alágyújtós kereskedőnek, Tarsoly bácsinak a szolgálatába szegődvén az egész környékbe hordta ki abból a nagyon romos házból, amit az előbb látunk, ott volt egy ilyen fakereskedés, és ő hordta ki az utcában az emeletekre a szenet fát ezekbe a vetentő zsákokba. A papa usánkája van a fején, amit a papa hazahozott a gulágból, és a tesóm az első keresményéből 15 évesen cipőt vett anyánknak. Itt papa visszafoglalja a Felvidéket éppen, és itt sebet kötöz. Sebet kötöz. És így nézett ki gulág előtt. Gulág előtt, igen. Pontosan, gulág előtt. Ez az anyai ágnak a nyaralója, mert amit az előbb láttunk, az a Péceli nyaraló, az a
a Franček családé, ez a Szmit Lajos köz- és váltóügyvéd, aki az előbb még ott lengedezett milyen gimnazistaként. Ez volt az ő budakalászi nyaralójuk, amit én állva már nem láttam. Nagymama nem volt hajlandó elmenni vele budakalászra. Azt a házat, ami az övék volt a nagypapa tönkremenéséig, azt megmutatta. Az a Batthyány utca 1. Akkor még csak két emelet volt rajta, amikor az övék volt. Ez az a ház a Fő utca Batthyány sarkán, ahol a posta van. De az régen nem 4 emeletes volt, hanem csak 2, és az Szmit Lajos köz- és váltó ügyvéd és B neje tulajdonában, és nagymama ott nőtt föl, sőt még a Lugosi Bélával is ott laktak annak a háznak az egyik lakásában, mert az egész ház a dédapája volt. Oda elvitt kis gyerekkoromban, ilyen 6-7 éves koromban, de kalászra nem vitt el, úgyhogy én ezt csak képről ismerem, és mire nagyjából sikerült beazonosítani, hogy hol a fenébe lehetett kalázon, ez a ház addigra már nem volt meg. Itt vannak a Bélával, tessék. Itt a Béla. Ez nagymama kicsinyánként, itt ilyen 8-10 éves forma, hát ezek a babák meglennének, akkor ebből mondjuk házat lehetne venni a Rózsadombon, vagy ilyesmi. És ez nem is műtermi, mert szóval műtermi kép, de ezek a nagymama saját babái voltak. Bocsesz. Tehát nem ilyen fényképész műtermi izé, hanem ezek nagymama babái. Csak kicsit volt nagymama elkényeztetve kislányként. Ez az Ákos unokabátyámnak a szerintem gyönyörű festménye, melynek címe Dédike szobája, és hát ennek minden elemét, a legapróbb részletekig ismerjük és föl tudjuk idézni, és hát igen. Ez a Fenyvesi ház, ezt már láttuk. Egy ugorjunk, mert ezt nem szeretem. Ez megint itt Fenyves, ugye egy ilyen ugyanakkor készült szerintem, mint a másik kép. Ez itt az unokatesó klubnak a stégen, ez tündéri mami. Ez a lakásnak az egyik sarka az én gyerekkoromban, és itt vannak bizonyos könyvek, amelyek a mai napig is megvannak, és ez volt a papa könyvszekrénye, amelyen én olvasni tanultam. És amit elértem Sámli nélkül. Tehát ott indult, hogy amit elértem Sámli nélkül, és itt a bal szélén van a nagy malonyai, amit nagyon veszélyes volt levenni Sámli nélkül. De ez szabad volt nekem levennem. Tehát ezt nekem a papa kezdte, ez a magyar nép művészete. Ilyen gyönyörű, hihetetlen, súlyos, nagy, nehéz papír, és ezt én már 2 éves koromban megkaptam nézegetés céljából. És erre hivatkozva az én szerzett jogaimat követeltem később is, hogy a nagy malonyait azt én mindig nézhettem, adjátok ide a nagy malonyait. Tehát én azt néztem, kicsit összefirkáltam. De az nagyon nehéz volt egyedül levenni. Úgyhogy ahhoz sokáig kellett a tesóm, aki mindig mondta, hogy nem veszi le, mert összefirkálom, és meg kellett esküdni, hogy nem fog. Ez a berberek társaságában van itten, amikor a Hogár felé megyünk, ez Algériának egy olyan déli része, ami már majdnem a nigeri határ, és itt már nem homoksivatag van, hanem kősivatag és ilyen holdbéli hegyek, és valami állati gyönyörű ez egész. Ez a Habci, vagy valamelyik. Ez az anyai ágnak egy nagyon érdekes két figurája, Johann Schubert késes mester ükapám, és az ő felesége, akiről szintén van egy jó történet a könyvben. Ez Cipauer dédapa, az Ács. Fantasztikus bajszával. Bajszával. És vállalkozó. Ácsmester és vállalkozó, igen. És úgy kezdődik az ő... Operett színházat is, sőt, és egy operett színházban. Ő azt is. Ő ácsolta. Nem ácsolta, ő volt a vállalkozó. Amit kivitelező. Ez mami. A saját maga kötötte pulóverbe. Nagyanyám. Igen, mami a pulóverbe. Ez nagymama időskorában. Ez egy most csak ugyan üzemben lévő fotel. Ez egy sali címer. Ez Selmec, ha minden igaz, vagy valami elféle, mert hogy van egy... Selmec bánya. Ottan lehetett látni, folyt Ede, nem, a Szmik Lajost, ugye, a köz- és váltóügyvéd. Az ő édesapja egy bizonyos Szmik Nátán Ignác névre hallgató férfiú volt, tehát az én
apám, aki bánya gondnok volt, bánya felügyelő volt Selmec környékén, és elneveztek róla egy ásványt, mert ő írta le. A Smikit nevű ásvány. Ez egy bánya emlékére. Selmec bányának. Selmecről. Anyám a teheráni apácáknál, a francia apácák iskolájába jártak a testvérével, és itt ül mama éltanulói ebben keresztet visel. Ketten voltak éltanulók az osztályban. Úgyhogy mama mint osztály első. Ez egy ilyen kis tejcsarnok, ilyen volt a házunkban is. Erről is szól részben az egyik történet a könyvben. Újabb habci. Ez egy ilyen a családi fotókból egy halom, amit az egyik íráshoz lefényképeztem. Ez a konyha ablak a Döbrenteiben nyáron. Ez a konyha sarka szintén. Ez viszont a gulág. Ez itt Kinga édesapja, Gyula bácsi, akitől a mondat jön, a szög tudja, mit tud a szög, hogy őt kivenni. Ez egy nagyon megrendítő levél, azt mondja, elolvasom, mert nem látjátok. Kedves Saliné asszony, tudassuk a kedves férjéről, hogy egészséges és dolgozik egy kórházban, mint orvos. Az én bátyámmal sok levelet küldött már, semmi hírt nem kap a családjáról, nagyon szeretne róluk tudni, tehát megkért bennünket, hogy értesítjük családját, hogy él. Tehát levelemet, ha megkapja, erre címre azonnal értesítsenek, és mink továbbítsuk. Almási Sándor, Nagymuzsaj, Beregszászi járás, maradunk tisztelettel Almási Sándor és családja, de azonnal. Na most azért azt elmondom, hogy 1950. január 31. A papát 45-ben vitték el Budapestről. Nagyapát 42-ben vitték el az azeri határról, Iránból. Tehát ha 42-től számolom a dolgot, akkor mire papa hazajött 955-ben, mert ő vele napra lehúzatták a 10 évét, akkor ugye összesen 13 év, 13 évből ez a levél van meg, és kettő darab levél, amit apám és nagyapám megírt, és amelyek megérkeztek Budapestre. Kettő. Ma mi Indonéziában, az őserdőben. Ez én vagyok Indiában, nem az őserdőben. Ez megint egy lágerfotó. Itt mami velem, itt még egészen picike vagyok, olyan másfél, vagy mit tudom én, ez szerintem még a papa halála előtt van. Igen. Ez itt a Franček dédapa és az ő nagyon fiatalon meghalt felesége, és az Imre, az épp későbbi építész, a kis Imre, és az ő legnagyobb húga Lulu. Vagy nem is Lulu, Irénke. Ez a láger világ helyén van, ez itt Smik Lajos, a köz- és váltóügyvéd. Fantasztikus bajusz van. Ez az Linszky családnak az egyik jeles firmája, akik szintén anyai ágon rokonok. Linszky Gyurka, aki arról volt nevezetes, hogyha a felesége összeveszett vele, mert nagyon féltékeny volt, akkor megfogta az asszonyt és fölrakta a szekrény tetejére, és amíg nem volt hajlandó megcsókolni őt a feleségen, addig nem engedte le. Mekkora volt a szekrény? Kedves! Semmi, hogy egy jó, stabil, komoly, picike. Kedvenc állataim a zsiráfok, ennél gyönyörűbbet, mint amikor a zsiráf tényleg kinn az ő helyén ezeken a végtelen, rettentő, gyönyörű, végtelen szavannákon fut a zsiráf, és az ő rokonsága futnak. Azt a szabadságot, amit ez az állat az ő igazi helyén és terén jelent, az semmihez se hasonlít. Az még a madarakhoz se hasonlít. Amikor a zsiráfok futnak, az olyan foka a szabadságnak, hogy én nem tudok elég hálás lenni a Jóistennek, hogy nekem ezt megmutatta.
Tehát ez róla mondják azt, hogy ilyen állat pedig nincs. Ez Kenyában van, jönnek-mennek a zsiráfok az ember óra előtt így. Csoda. Ez az Iguaszú vízesés szomszédságában, illetve nem, helyesbitek, nem, ez Manaus szomszédságában van, tehát ahol az Amazonas Amazonassá válik. És én ott befizettem egy ilyen falusi turizmus típusú túrára, és 4 napig éltem az őserdőben nagyon jópofa körülmények között egy faluszerűségbe, és ez volt itt a fürdőszoba. Tehát itt a szappantartó látható a kövön, kékszínű szappantartó, és nagyon fontos mozanat volt, hogy ennek a pataknak a felső folyása az a falu mellett van, és asszonyok a nap bármely órájában halat beleztek. És hogy mikor mentem mosakodni, akkor szóltak az első nap rögtön, hogy ha az ember megy mosakodni, szólni kell az asszonyoknak, hogy függesszék fel a halbelezést. És akkor megjelentem szappantartó törülköző, akkor ők már integettek a halakkal így, hogy menjek nyugodtan, mert most akkor ők ezt a baj. Szerintem körbeértünk. Na jó, akkor itt a vége. Mindenki.